A negyedik C-osztályjal Nagyvázsonyba utazunk képzeletben, ahol belepillanthatunk egy erős legény életébe, akinek vágyai találkoznak a sors által kínált lehetőséggel, hogy híressé váljon. Tatai Sándor regényéből a történetet színpadra állította Kovács Gizella. Hogy tudtál ezzel
csipogatás, jelzékelés kalóka, és lókatár dobogása. Dobogás, aztán egyet közeledet. Mi magyar foglalkozni a dolgokatomában? Lettem volna csak nagyobb mozgó, leláttam volna mind a tasztókára. De olyan kicsi volt a lelkes, és a tegyenek a kezelet. Úgy értek, hogy az állatot. Jól nyert még és két a kezük a kezük. Én veled az utolsó pillanatban kimenekültem az ablakot, fel az erdőbe. Nem is tudom, mi adott annyi erős, hogy fel tudok kapaszkodni veled, majd a már töltve. Tudod, ad, amelyik a két ablak összefolyásán már áll, ott váltott a reggel. Apám kiabálására jöttünk elő. Édesanyád az akkor, amikor megtaláltak voltak, az út mellett. Nény és édes pedig, aki olyan szép volt, hogy teljesen erős volt, de nem látott sokat tőle. Ennyi öreg mutogatott, amit te is szítod a harci kerületet a legénybe, hisz úgy is mindig a harci járt. Jó pár is ítézni az arci, valahogy híres nagy Hunyadi János volt a rendelkezők szakterületen, jó pár sem kellett. Az más, igen. Feleséget már nem rakoznak tőle, megnyugodtam, egy százalmat hosszú temát. Hát érdekes volt előző nyugodalma apával, hogy úgy érzem, minden megnyugodta azt, hogy édesanyám, minden erre volt irány testvérek, mi is nyugtam, mit tartom, és nem mérem a törökkel. Egy nap, pihán le! Tudod, nem is? Yeah.